Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntelek a csatornán. A mai videóban ismét egy kártyaháború lesz Mr. ellen. Sziasztok! Ezekkel a Panini FIFA 3-at tölt 2022-es csomagokkal. Már ki is választottunk magunknak 4-et, és összesen 8 csomagunk van. Így van, illetve kisorsoltú 4-et, szóval igen. Véletlenszerűen kiválasztunk 4-et, tehát itt én nem tudom, a varázsollóm az nyilván itt van, ilyenkor már Zalán is kicsit retteg, igen. Hiszen már ő is hiszi, hogy a varázsollóban van dolga. Valamelyiket megérintjük, és Invincible vagy Blockbuster ott lesz, fia gyerekek, alatta, szóval hoppá gyerekek, ez nagyon durva kis pakjaink vannak. Ki kezdi a kis csatát, kezdtem a háborunkat, én kezdhetem, most te azt mondod? És hoztunk standeket is, ha lenne valami ritka. Hát ez Blockbuster vagy Rare vagy valami, de nézzük, hogy az első csomagunk, varázsollónk itt van, szóval gyerekek, kezdjük meg a bontást szépen. És reméljük lesznek hiányzók is. Hiányzókat is hoppá nyitunk. De a Mr. egy valamit szeretne most nyitni. Az egy Invincible, mert varázsolló tuti, hogy megmutatja. Az Invincible lesz megint. Nem is tudom hány Invincible-t nyitottam, de az első kártya egy Donnarumma, aztán őt követi Leroy Sané, Weverton, Dybala. És csináljuk egy ilyet, hogy nem tudom mit csináltunk. Na nézzük. Egy Gündogan, fans favorite, és akkor hogy is van, így leszünk, igaz? Akkor... Az egy game changer. Az egy game changer, Cavani, szóval 3 pontos vagyok. Variáltam itt mind az állat. 9 pont. Cavani megvan nekünk? Szerintem nem. Nem tudom én se, de nem mindegy. Na, van egy game changer-öm. Én jövök. Köszönhetően egyelőre vezetek. Nézzük, Zalán, mit ezt nézz? Utoljára fogom hagyni, mert na, az a Fehérváros. Fehérváros. Akkor nézzük. Így mondtam, hogy ne lássuk. Igen, ezek nincsen varázsolja, ez így kell. Márkinyosz, ő volt a csomagon is. Ez neki nagyon jó. Hamas. Aztán. Ferrati. De izgulunk. Hű. Danilo. Na, nézzük. Egy kapus, és nincs is meg. Szóval nagyon jó. Stelkenburg. Na, akkor jó, és akkor nézzük. Én vezetek, úgy látom. Ez game changer. Mr. Látod? Nem. Ez Jano Black Top Master, srácok. Az igen. 11 pont. Nem 11 pont, az csak 5 pontos. Hát az Invincible 10 pontos, figyelek ám. Tehát akkor... De csak 5 pontos is itt van még. Hát jó, de ez nem számítok. Azokat nem is számolom, én különlegesek mi van a vezet. Nekem 3 pontosom van. Ugye a Game Changer 3 pontos, de nézzük, hiszen varázsoló, mikor itt van, akkor mindig valami különlegeset nyitunk, ez esetben Rare, vagy Invincible-t nyitunk, gyerekek. Nem repült el valami, mert a szokásunk igaz, hogy nálunk repülnek a csomaggal együtt és a tartalmával. Az első egy Griezmann, Anthony, az hiányzik, azt hiszem. Hiányzik nekünk, Skinnery, Cavani, és most nem fogunk ki, megből fordítunk. Ezt a mindenit, Thorgan Hazard, Game Changer. Ő is hiányzik. Spinazzola, hát a fiúk, az a helyzet most, srácok, gyerekek, hoppá, gyerekek, tudjátok mi a helyzet, hogy csak Game Changer van, szóval... Végig Game Changer titok, gyerek? Hiába van egy élet. Na, hát nézzük, mit. Akkor nézzük tovább egy kiészás csomaggal. Itt van egy Barella. Rafael Varane. Envilla, Martinez, és akkor megint csináljuk így, Mr. Csináljuk. Márhez. Az előbb, de látom. Igen. És egy. Nézzük, az is. Az is egy Top Master. Nem. Hát ilyet, hogy már. Megint? Dupla Jan Oblak, hogy nyitottál? Jesszus, hogy létezik ilyen srácok? Nem tudom. Oblak. Nyereményes jó lesz nem sokára. Ja igen, srácok, a feliratkozás akciós, továbbra is ne felejtsetek el feliratkozni, hiszen mint látjátok, Topmastert nyerhettek majd igen. A csatornán, hiszen ezek duplák nekünk. Nem is tudom, hogy csinált az olyan, nagyon vezetsz. Na nézzük, Invincible, gyere! Hiszen csak avval tudok vezetni, jó. Mert elnyitok egyet, de jól van, na Invincible és a varázsoló, pé! Csak nézzed, mutatjál. Nem repült, már nagyon vágom a témát. Muszliú. Fehérvár játékosa, és ez Olympique Lyon logo. Újra ezt kinálítok, az előbb is ez volt, nem? Cavani, a Game Changer-ömben is ott van, és hát ez nincsen, nem jön, nem tudom, mit csináltatok? Werner és
Benzema, nagyon jó kis kártyák ezek, de sajnos nagyon nem jó áll a szénám egyelőre, Zalán vezet. Ja nem, így hagyjuk, mennyi ponton is van neked? Azt mondja, 10, ha csak azt számolom most. Ugye, akkor 10 is, nekem csak 6 fasz, szóval nagyon le vagyok maradva, de neki még van két csomagja is ráadásul. Tehéz! Akkor nézzük. Srácok, nem tudom, mi lehet ebben a csomagban, remélem valami game changer, ami hiányzik. Nem, nem. Nézzük. Csak nem egy jobb látta. Shakhtar Donetsk logó. Hermoso, Lorente, Masorast, fordítsunk. Muszliu a Fehérvárból. Az igen, ez kellene. Nem volt meg, és egy Eden Hazard. Talán elérkezett az idő. A varázsoló működjön most már rendesen, hiszen hiszek benne. Szerintem te is, és mindannyian hiszünk benne, szóval srácok, most együtt rukkoljunk, hiszen itt a csodálatos varázsoló megvágja az utolsó pakkot, mikor ilyen szépen sikerül levágni, akkor mindig valami különlegeset nyitunk, azt nézzük, srácok! Ja, jobban izgulok, mint akárki most, nem tudom, jól van te. Na nézzük is, akkor szemed, ó, izgulsz, te is mi? Hiszen még nyerhetnék, a matematikailag az esélyem megvan, Sterling, aztán Danilo, jaj, és kösz, Solomon, azt nézzük, nézzük, hogy ki lesz itten. Nézzük, gyerekek! Azt a mindenit, gyerekek! Egy Invincible! Megint nem is tudom hányadszor hívottam már Invincible-t, de hát egy varázsoló megint ott van, gyerekek, és itt a csodálatos Invincible, ami egyből egy standet érdemel, hiszen át is vettem a vezetést, nagyon komolyan ennek a csodálatos Invincible-nek a köszönhetően. Jaj, de van még itt egy dehánk is, igaz? Hát nem tudom, hogy megvan szerintem. Én is, szerintem nincs benne. Megvan? Igen. Nagyon jól néz ki, hogy ez lap. Húristen, mik nagyon-nagyon durva vagyok hiába. Ezt arraték hozom, mert ez mégiscsak a Mr. Invincible legyen. Nekem van még egy csomagom, szóval... Szóval neked is tett Invincible, mint? Aki igen. Kettő jobb bepedított, hogy az nagyon durva, nézzük. Na akkor nézzük. Hú, de csak nem veresz, ez majd is ezt fel. Hát kettő csomagos, lefordítom. Medina, ma olvas is, ha tudsz egész. Medina, Dodo, Alisson. De Mayer. Ledőbben, hogy mindig Mr. nyeri ezt a kettőt. Nézzük. Egy Kimpembe. Az igen. És... Invincible ilyen srácok! Nincsen. Ilyen nincsen! Ezt nem hiszem el! Hát ez hogyan már? Így. Ezt nem hiszem most, ezzel most ledöbbentem még én is srácok, hiszen varázsolónak köszönhetően benyomtam egy Invincible-t, de ez mit csinált? Kettő oblak egy Invincible, hogyan van már ez? Úristen, hát ezt megnyerted. Hát srácok, mi látjátok, hogy srácolnám, aki feliratkozik, az majd figyelj a csatornát, az mondhatod rá, hogy már Invincible. Oblakot, megint oblakot, meg Invincible-t. Azt a mindenit, nem térek észre, ezt gratulálok, ezt most behúztad, ideje mondtad. Én is gratulálok az Invincible-hez. Hát srácok, ez nagyon durva kis csata lett, 4 top master jött. Srácok, vettünk 4 csomagot, meg ugye egy albumot is, hiszen szükségünk volt egy plusz albumra most. Úgyhogy nem szerettem volna az albumra csinálni egy újabb videót, ezért kibontottam az albumot, a csomagokat pedig félreraktam egy csatához. Szóval akkor úgy lesz ki, valószínűleg az albumban is mindenhol volt, nem tudom, jó volt az album, Invincible, meg Goblák, és akkor vettünk. Nagyon durva, mindegy. Tetszett a lényeg. Srácok, igen. Nektek is tetszett, hogy nyomjátok a lájkot, ahogy szoktam mondani az alánt. Srácok, köszönöm a figyelmet, eszméletlen csata volt. Ha nektek is tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!